A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, gondolom nem árulok el újdonságot önöknek, ha azt mondom, hogy Székesfehérvár igenis sportváros, méghozzá remek sportváros, köszönhetőnek azoknak a nagyszerű eredményeknek, edzőknek, sportolóknak, amelyeket az elmúlt időszakban elértek nekünk, sportot kedvelőknek. És most én azt hiszem, hogy felfelő ívben van egy olyan sportág, amelyről eddig is tudtuk, hogy nagyszerű székesfehérváriak képviselték az elmúlt időszakban. Most egy új lépcső következik, és erről fogunk beszélgetni. Vendégem Fidel László. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Üdvözöllek. Egy legendát köszöntök, az ötszörös világbajnok, olimpiai ezüstérmes kajakost. És amiért most beszélgetünk, hiszen mi magunk is beszámoltunk róla, hogy lépett a város, illetve a város segítségével egy új utakat tudtok járni, mégpedig a Csónakázó tó, illetve a Vitálklub Sportegyesület elnyerte a jogot, hogy a Csónakázó tó melletti épületeket használhassa. 5 plusz 5 évre lesz ebből több is, mondom én, tehát ez egy nagyon jó hír. Viszont, amikor kajakkenuról beszélünk, nagyon is jól tudjuk, hogy ez egy munkaigényes sportág. Amikor elkezdted az edzősködést, mi volt az alapvetés számodra? Hiszen egy világklasszis számára építkezni nagyon is jól tudja, hogy ez egyik oldalról tehetség, a másik oldalon pedig rengeteg munka és szorgalom kell hozzá. Mert hogy tudom, hogy te mindig tudatosan éltél és építetted fel önmagad is. Igen, hát az elsődleges szempont ugye az nem feltétlenül mindjárt az, hogy olimpiakonokat nevelünk, meg világbajnokokat, nem erről szólt ez az egész történet. Igazából most sem erről szól, hanem azt a mentalitást, meg azt a sportban, ahogy mi felnőttünk, ezt próbáljuk átadni a mostani ifjúságnak, gyerekeknek, hogy megállják a helyüket az életben, az iskolában, a hétköznapokban. Mert ugye ez párhuzamos. Tehát ez abszolút párhuzamos, persze. A suli, a sport az nem működik egymás nélkül, én úgy gondolom. Tehát az, hogy valaki az iskolában is jól tudjon, meg nyugodtan tudjon figyelni, ahhoz mindenképpen fizikálisan le kell, hogy legyenek terhelve. Én ezt így gondolom, én ezt így éltem meg az életemben, de szerintem ez így működhet is. Ugye most nem fogunk a VVS-ről beszélni, de nagyon fontos, hogy amikor elkezdted az edzősködést, akkor nyilván voltak határozott szakmai elképzeléseid, hiszen legendák voltak az edzőid is annak idején. Igen, több edzőt elfogyasztottam, ugye ez most jó értelembe véve, több helyen kajakoztam Vácon a nevelőedzőm, és szerintem hasonló gondolkodású volt, nyilván őtőle tanultam a gyökerekből. Aztán Győrbe kerültem, ott is egy nagyon jó szakemberekkel voltam együtt. Fehérváron a Dunai Pista bácsi volt az edzőm, és aztán az utolsó időszak a Sári Nándi, ugye, aki tudjuk, tavaly éppen elment közülünk. Én úgy gondolom, hogy jó kezekben voltam, de én is sokat segítettem szakmailag az edzőimnek. Mit jelent ez a segítség abban az értelemben, a versenyző hogyan és miként tudja segíteni az edzőjét? Rengeteg visszajelzést adtam. Az érzéseimről, a tapasztalataimról, amit ő esetleg nem lát, abban én tudtam hátulról segíteni. Illetve a győri időszakomban a Fazekas Tibor volt az edzőm. Ott ugye mi elővettünk egy új technikát. Ez egy áttörés volt a kajakkenu sportban egyébként. Ezt szerintem én ezt kijelenthetem, mert amikor én lemegyek edzésre Győrbe, és egy csomó kisfidusz ott akar kajakozni, azért látszik, hogy azért annak van foganatja, meg hát azért az alá volt támasztva eredményekkel. Hát én 17 évesen felnőtt bajnokságon második voltam 501-esbe. A Jós Pistivel az idősek ismerik, a Moszkva olimpiai ezüstérmese,
Szabó Istyúval párosba, vele 500 párosba is második voltam egy órára rá, tehát azért ott voltak eredmények már viszonylag korán. Nem véletlen az, hogy én a felnőtt mezőnyben is megálltam a helyemet aztán. Tehát voltak ennek előzménye. Én az ifi, utolsó éves ifiként már nem is versenyeztem ifik között, én a felnőttekkel mentem mindenhova. Ugyanakkor felgyorsult a világ. Nagyon is jól tudjuk, hogy számtalan impulzus éli most a fiatalokat, a gyerekeket, és ráadásul egy ilyen munkaigényes sportágban nagyon elkötelezettnek kell lenni, mondom én, hogy ezt az edző által azokat a kívánalmakat betartsák, mert ez írtózatos munka, tehát nem csak a vízen, hanem a szárazföldön is. Igen, aki át tudja venni ezt a mentalitást, hogy alázat a sport iránt, az nagyon messzire el tud jutni. Ugye nálunk nincs telefonálgatás edzés előtt sem már, tehát nincsenek ilyen hóbortok. Aztán, hogy otthon mi történik a gyerekekkel igazából, majdnem mindegy is, de az edzéseken meg az edzés közelében ilyenek nincsenek, hál' Istennek. És úgy gondolom, hogy ez a kis csapat, aki most a kezem alatt van, a kezünk alatt van segítségem is most már, hál' Istennek, egy-két napom napra vetítve, azért jó kezekben vannak, én úgy gondolom. Tehát a szakmai segítség is fontos nyilván, viszont a kiválasztás felelőssége is a tiétek. Igen. Most azt kell mondjam, hogy igazából nem mentünk mi a gyerekek után, hogy úgymond toborozni. Hál' Istennek, akik vannak, megtaláltak minket. Én mindig azt szoktam mondani, hogy aki a hideg időszakot kibírja, az őszt, meg a tavaszt, akkor az itt marad nálunk. Aki meg nem, az nyilván és tovább. És annak jobb is talán. Igen, azok, és azt most nem úgy mondom, hogy ők rossz emberek lesznek, vagy így, nem igazából fogja meg őket ez a sportág. Melyek voltak az elsődleges szakmai elképzeléseid, amikor elkezdtél edzősködni, és ez mennyit változott az idők során? Hát igen, próbálja minden ember, főleg most én magamról beszélek, hogy átvinni azokat a dolgokat, ahogy én felnőttem. Most ha ezt megcsinálnám, vagy ezt vinném véghez, akkor nem sok versenyzőnk maradna, ugye itt azért az a generáció, most megint vissza kell nyúlnom, egy ilyen Gály Józsi, Fanándi, az ment tovább rajtunk keresztül. Azt most nem tudom, hogy a nálunk fiatalabb edzők azok mennyire tudják ezt tovább vinni, de a mi generációnk azért még a munkában hisz. És ezt próbáljuk átadni, ezt a én úgy gondolom, hogy mennyiségi munka kell ahhoz, hogyha valaki jól akar kajakozni. A mennyiségi munka szakmai elképzeléseid szerint és a minőségi, ez kézenfogva jár. Persze, azért ez átmegy minőségbe. Tehát a tavaszi alapozás azért, el kell mondjam, hogy evezünk mi itt a kis tavon 16-18-20 kilométereket is. Tehát csak azt látják, hogy mi elmentünk egy-két kört, mert elsétáltak mellettünk, de mi ezt folytatjuk. Nyilván. Úgyhogy van benne munka rendesen. Beszéljünk a tehetségekről, hiszen nyilvánvaló az előbb-utóbb megmutatkozik hozzáállásban, elképzelésben. Ha vagy fiatalnak van jövőképe, akkor már jó helyen van nálatok, mondom én. És ez bizonyosan így van, hiszen azért, amikor arra járunk, én is azok közé tartozom, akik csak egy kört látnak nyilván, de azért nagyon fontos, hogy egy jó csapatot alkottok, és akkor egy kicsit beszéljünk a vezetésről, hiszen az, hogy kialakult Fehérváron a Kajakkenu Klub, a Vitálsport Klub támogatásával, segítségével égisze alatt, az nagyon sokat köszönhetünk Szipola Tóninak is. Viszont itt vagytok ti mindannyian, és meggyőződtünk róla már számtalanszor, hogy ti egy csapat vagytok. És ennél fontosabb nincs. Igen, ezt jól mondtad. Nagyon összetartó kis csapatunk van. A mozgó létszám olyan 15-25 körül mozog. De azért ezeket ki kell elégíteni eszközökkel, lapát, hajó, tudjuk, ez nem olcsó, ez nem egy fürdődressz, meg egy szemüveg, és akkor úszunk, nem leszólva az úszókat nyilván, hanem csak így különbséget téve. Hát Tóninak nagyon sokat köszönhetünk, ugye ő rengeteget harcolt, küzd a mai napig is, akár a fennmaradásért is. A csapat az viszont nagyon jó, de ehhez nagyon fontosak a szülők. Tehát a szülői háttér nélkül én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lenne
ezt működtetni. Rengeteg segítséget kapunk, és most nem anyagira gondolok, versenyeken segítenek, ma már csak a hajókötözést is számítom, 10-12 hajót állandóan felkötni, lekötni, ott rendezni a gyerekeket, ugye azért ők is belelátnak azért ebbe, hogy mit kell csinálni, és akkor azért is serénykednek. Hogy épülnek fel a tehetségek? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy az első pillanatban még nem ismerszik meg, hiszen ahhoz azért el kell telni az időnek. Hát a tehetség az majd az egy későbbi, de már igazából láthatóvá válhat. Igen, én mindent feltételes módon mondok, mert ez nagyon bizonytalan dolog ezeknél a gyerekeknél. De van, aki tényleg beleül a hajóba, és azt mondod, hogy húha, itt azért van valami. Van, akire azt lehet mondani, hogy hát ez nehéz munka lesz, viszont olyan szívvel, lélekkel csinálja, hogy ő belőle, tehát ő is el tud jutni egy bizonyos szintig. Több oldalról lehet ezt megközelíteni. Hogy áll most a magyar utánpótlás? De nagyon is jól tudjuk, hogy mi kajakkenu nemzet vagyunk, tehát ezt már sokatszor mondom, és itt csak a csúcs. Szép lassan egy Európa-bajnoki cím se ér már jószerűvel semmit, mármint vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy semmit, mert a legfontosabb egy VB és az olimpia. Ugyanakkor valahonnét el kell indulni. Hát igen. Hogy állunk mi fiatalok szempontjából? Mindig azt mondjuk, hogy meddig lehet ez még. Mert ugye mi benn vagyunk a szakmában, nyilván mi is látjuk a problémákat, amikor olyanok, hogy meddig lehet ezt folytatni ilyen szinten. Tehát amikor most már magyar edzők készítik a külföldi versenyzőket is, ugye, és megjelennek a palettán azért a nemzetközi mezőnybe, és azért mégis mindig megállja a helyét a magyar kajakkenu, tehát én tényleg nem is tudom, jó szakembereink vannak szerintem. Hogy épül fel a Vitáklub? Vezetésileg, és általában ugye mondtad, hogy most már van segítséged, tehát ez biztos, hogy egy fontos lépcső. Igen, hát egy régi kajakos társam segít be egy-két nap így kondi edzésekben most már, de ugye eljutottunk most arra a szintre, hogy van most már olyan hely, ahol állandóan ott tudunk lenni, nevezetesen a Koronás Park főépülete, ahova be tudtuk vinni a konditermünket, és gyakorlatilag bázisként szerepel a mi életünkbe. Hát most már azt kell mondjam, hogy ilyenről álmodik mindenki. Itt van az uszoda, itt van a bregyó, ahol tudunk futni, itt a tó, ahol tudunk kajakozni, a tó körül tudunk futni, itt most már tudunk kondizni, bármikor be tudunk menni. És egy fontos dolog van még, hogy amikor a gyerekek kijönnek az iskolában, van lehetőség, hogy kaput nyissunk nekik, és az edzés kezdetéig ott tudnak tanulni, ott tudnak bandázni, ez nagyon fontos, igen, mert számít a kötődés. Most az, hogy a konténer mellett ott egy régi dobogón ott tücsörögtek edzés kezdetéig, az most már hál' Istennek megszűnt, és most már tök jó látni, hogy bemegyünk, és egy asztal körül ott ülnek tizen, és beszélgetnek. Ez tökéletes. Teljesen rendben van. És ez azt hiszem, hogy mindenkinek, aki ezt elkezdte, tehát Szipola Tónitól kezdve valamennyi olyas valaki, aki ezért tett, ez megerősítést jelent, ugye? Mindenképpen. Mondom, kialakul egy olyan kötődés, nem csak a társak, hanem a színhely, akár a tóni vezetés, vagy a kajakoktató, vagy edző kapcsán. Vannak-e olyan tehetségek, nyilván jós vagy, remek edző, de nem vagy jós, de azért hadd kérdezzem meg olyan tehetségek, hiszen az elmúlt időkben már olvastunk arról, hogy van néhány kiemelt tehetség, akik remek eredményeket értek el. Igen, van egy testvérpár, aki gyakorlatilag a gerincét alkotja eredmény szempontjából, ezt ki kell emeljem a csapatnak. Mind a ketten korosztályos válogatottak, az egyik a kislány az 12 éves, a srác az meg 15 éves. Az Emma az úgy korosztályában, én úgy gondolom, hogy az 1-3 helyezett országos szinten. A Peti az meg úgy ha elkapja, akkor olyan 4-5, ha nem annyira, akkor ugye a 1-10-ben található, ami a kajak szempontjából az viszonylag egy erős. Jó, tehát ez egy út, ami még nem ért véget. Ugye olvastuk, hogy a vidékbajnokságon ők már remekül szerepeltek, tehát ez egy fontos pillanat. Viszont beszéljünk a többiekről.
Tehát lesz-e még olyan tehetség, aki, mert ugye ez jelent azért az edzőnek is visszajelzést, akikben bízhat, hiszen ők még töpörtjük, azt tudjuk. Tehát itt nem elsődleges az eredmény, ahogy a beszélgetésünk elején is mondtad, de azért az azért jó, ha jön. Persze, ez egy folyamat. Ugye tudjuk jól, elkezdünk kajakozni, aztán van, akiben feltámad az, hogy ő be akará. Ugye először mindenki a szabadidőbe kezdi. Megtanítunk lapátot forgatni, bennmaradni a hajóba. Akkor gyere ki közénk, nézd meg a többiek, mit csinálnak, evezgessél. Tehát nem feltétlenül kezdjük el a munkát úgy, hogy na, akkor most a időre menés, 5 kör, csak mondtam valamit. Hanem tényleg úgy megszeretetni a sportágat, hogy azért ennek vannak szép oldala, és nem csak az, hogy izzadságszagú legyen egy edzés, hanem én azt szoktam mondani, nézd a kacsákat, nézd a halakat, foglalkoztasd magad, ha melletted mennek, nézd meg, mit csinálnak a többiek. Ugye ez egy olyan szerencsés hely abból a szempontból, hogy aki egy Dunán elveszne, mert ugye elmennek a többiek, és csak akkor látja őket viszont, amikor megfordulnak, és együtt visszajön. Hogy itt mindig elmennek melletted, hogyha... Tehát ebből a szempontból nehezebb elveszni. Én a Dunán nőttem fel, tudom milyen az, amikor lemaradsz, akkor kész, elveszett az edzés, ha olyan. Ugye azt tudjuk, hogy akkor a háttér az ebben az értelemben most már megvan, öltözők, közösségi tér, víz, minden megvan. Hajók. Ugye azt tudjuk, hogy nem olcsó sportág ilyen értelemben. Hogy tudtok hajókhoz hozzájutni, hiszen egyre inkább fejlődik a technika, tudjuk, hogy a hajók is változtak, tehát olyan hajó már nincs is talán, amiben te a fantasztikus sikereidet elérted, a dekorosztályod. Tehát ez már egy 21. század. Igen, hát a hajók azok óriásit változtak, én már bele se férnék egy igazi K1-esbe. Úgyhogy hát azért itt van ebben ilyen hajóépítői trükk is, hogy minden évben kihoznak egy új hajót, ugye az igazi világszínvonalú kajakegyesek azok ilyen 1,5 millió forintba kerülnek. Nyilván a magyar hajóépítők is próbálnak azért lépést tartani. Most nem is azzal a világszínvonalú részével, hanem a hazai mezőnynek is kell hajót gyártani, nyilván nem olyan drágák, de jó minőségűek, igen. Hát a beszerzés, ugye azt a Tóni intézi, én igazából nem vagyok ebben, de azt tudom, hogy pályázati írásokból már piramist lehet építeni. Mert ez a jövő útja. Mint ahogy az a jövő útja, hogy egy kicsit visszatekintünk a múltra is. Borzongató érzés volt olvasni a híreket és látni egyébként a tévében is a találkozót most, hiszen ennyi legenda egy helyen, akik megjárták a világot, és rengeteg örömet szereztek a sportrajongóknak, és nem csak a sportrajongóknak, hanem minden magyarnak, az ritkaság. Ez borzongató volt. Hát igen, azért... Ez is a jövő valamelyest, hogy a múlttal is foglalkozni kell. Mert az, hogy Fanándi, Gál Józsi, te magad, a Mészárosék, a Deme, Tóbel, mindenki ott volt, az egy csoda. Igen, ezzel csak egy baj van, hogy a mögöttünk levő generáció... van, nem jelentkezik ez meg már ilyen élesen. Tehát ugye én úgy hívom őket, hogy 70-esek, 80-asok. Mert vannak az 50-esek, 60-asok, mi vagyunk a 60-asok, ugye Zoli ott nem volt ott, a Kovács Zoli, de a Fanándiék az 50-esek. És már a 70-es kategória már ott sem volt annyira fellelhető az a nagy eredményhordozás, most ezt így mondom. Most nem országos szinten, hanem úgy itt a saját berkeinken belül gondolkodva. Úgyhogy a 80-asoknál ott inkább csak csajok voltak, ugye a Horgos Lajosnak a tanítványai. Lajost is ide kell hozni azért, mert ő meg a Nándékkal volt. Egy csapatban négyeseztek, párosoztak, ugye ők nem voltak azért rosszak, csak hát nem sikerült ez a világbajnoki megközelítés. Mindig ott voltak ők azért a szoros mezőnyben. És ők voltak azok, akik, hogyha a menőknek nem ment, akkor elkapták a grabancukat. De csak ez kevés volt. No, ahogy olvastam, hogy sport, egészség és ökoturisztikai központ lehet a Csónakázótó partján, ebben az épületben, ez egy óriási előrelépés. Ez azt jelenti, hogy irány a legmagasabb csúcs, ugye, mert itt nem csak a versenysportról van szó,
Ez mennyire közös gondolat? Hogyan lehet ezt úgy megvalósítani, hogy azok az egykori legendák mindannyian szerepeljenek benne, és ahogy elterjedt itt a kajakkenu Fehérváron nektek köszönhetően, úgy a köznapi ember is, aki azért a sportot, a vizet szereti, és elinduljon felétek. Nincs ezzel semmi probléma, mi várunk mindenkit szeretettel, bárkit megtanítunk kajakozni, azok az emberek, akik ezt erre fogékonyak, azoknál nem jelent ez problémát, úgyhogy meg sok minden más gondolat is van ebben, de ez még világos. Korai ezekről beszélni, ugye még nagyon fiatal ez az egész akció. Úgyhogy visszatérve a témához, én úgy gondolom, hogy mindenre van lehetőség ebből a szempontból, itt az ökoturizmustól kezdve ez a turisztika, ezt nagyon messzire el lehet vinni. No, egy kicsit akkor menjünk vissza még így a beszélgetésünk végén a kajakhoz. Ez az időjárás változás, ez nagyon sokat segített szerintem. Abban az értelemben, hogy nem csak az erősítés szerepel a programban, hanem nyilván vízre tudnak szállni a fiatalok. Ez jó egyébként? Tulajdonképpen megvannak azok az időpontok, mondjuk azt, amikor érdemes már vízre szállni, el van végezve a téli munka, úgyhogy ez a március közepe, ez általában szokott működni, november közepéig kajakoztunk, már sötétbe mentünk, alig láttunk, lámpával a fejemen néztem az órát, mert még részt távoztunk, tehát igen, ez az időjárás, ugye minket annyira nem érint az a, mondjuk azt, hogy éghajlatváltozás, annyiban, hogy kiszárad a Velencei tó, mondjuk, mert oda is szoktunk járni azért evezni. Úgyhogy mondom, megvannak ezek a ilyen kőbe vésett dátumaink, amik eddig jól működtek, mondjuk azt. No, és ráadásul jól működött az a tervező is, aki ezt a pólót tervezte, mert ugye rácsodálkozunk, én azt hiszem, hogy a nézőknek is mondjuk el, hogy ez a Vitálklub egy ilyen pólója, amit személyesen kaptál, de azt hiszem, hogy ez egy szuper dolog. Milyen célok, tervek vannak az idei szezonra? Szeretnénk minél többet túrázni. Most ez egy kicsit... Eddig is voltunk, tehát ez nem egy olyan dolog, amit most úgy bevennénk egy újítást a felkészülésbe. Kicsit többet túrázni, kirándulni, és ugyanúgy járni a versenyeket, mint eddig. Tehát sem nem mennénk vissza ezekből a kalandokból. Jó, hát akkor minden fehérvári sportkedelő nevében sikereket kívánok. Rajtatok bizonyosan nem múlik, és hát ehhez nem kell más, mint edzeni. Ilyen egyszerű a képlet. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Kedves nézőink, Fidel László volt a vendégem, és a fehérvári kajakkenu sportról beszélgettünk. Milyen jó ezt kimondani, hogy van ilyen is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.